A hóvirágoknak körülbelül 15-20 fajtája létezik, de mesterségesen létrehozott hóvirág hibrideknek akár 300 féle változata is felelhető. A Pireneusoktól egészen a Kaszpi-tengerig megtalálhatók, ezek közül a kikeleti hóvirág őshonos hazánkban. Ugyanakkor más térségekből dísznövényként bekerült fajták is elvadulhatnak a kertjeinkben. Sajnos nekem nincs a kertembe, de a szomszédnéni mondta, hogy majd ad. Nem tudom, hány fajtája van, de örülök, hogy védett lett, mert mindenhol mindenki szedte, és közel állt ahhoz, hogy ki fog veszni ez a hóvirág. Bár hangulatában a kikeletet és a tavaszt hozzá, akár csak a vele egy időben nyíló tőzike, a jó idő még várat magára. Eső mindenképp sok lesz, itt nyugaton hűvös, szeles idő is lesz, keleten egészen sokkal kellemesebb lesz az idő a Tiszántúlon, úgyhogy a hóvirágnak viszont biztosan nem árt, mert én tapasztalatból mondom, nekem is van otthon, mínusz 10 fokban is simán kibírja, kicsit lefekszik reggelre a talajra, de aztán, ahogy enyhül, az idő visszaáll. Az elsősorban folyópartot vagy dombvidéki nyírkos erdőket kedvelő hóvirág ma már védett növény. Egy tő eszmei értéke 10 000 forint. Szerencsére tőosztással hagymái jól szaporíthatók. A hóvirág állományának a megfogyatkozása részben a szakított virággyűjtésből fakad, másik oldalról pedig a gumóinak a tövestől való kiásásából is. Mind a kettő csökkenti az egyik az értelemszerűen, de a másik is, hiszen nem tud termést érlelni. Ugye, ha leszakítjuk a virágot, akkor nem tud termést érlelni. Ha a növényvédelemmel kapcsolatos előírásokat betartjuk, megszaporodhat annyira a száma, hogy a hóvirág kikerülhet a védettség alól.